Na helló srácok, elhoztalak benneteket egy iszonyatosan jó helyre. András a tulajdonosa, az egyik tulajdonosa. Az egyik tulajdonos, így. Testvérével együtt kezdték el ezt a telepet annó felépíteni. 20 éve körülbelül. Elmondhatjuk, hogy hogy kezdődött? Persze, mi biciklis guberálók voltunk a Tibor öcsémmel, onnan építettük föl magunkat. Gyakorlatilag erre a szintre. Most pedig meg fogom nektek mutatni, hogy milyen kincsek vannak ezen a telepen, ahova egyébként péntekenként ti is eljöhettek dúrni magatoknak ezt-azt, mert hogy mindjárt megmutatom, hogy milyen kincsek vannak itt. Nem tréfa kategória. Ilyenkor mindig megnyugszok, hogy nem csak én vagyok fogyatékos. Kezdésképpen hát egy finom raklapnyi számítógép. De ez csak így ide le van rakva, majd a finomabb dolgokat András bent gyűjtögeti. Tudjátok, hogy hogy vagyok a PC-kkel minden mennyiségben. Hát... ez a ház, ez a fehér ház, csak hogy meg tudjam nektek mutatni, ez ilyen tipik 2000-es évek, tudod, hazamentél, lőtted be a GTA San Andreas-t, nyomadtad a képcsőves monitoron. Meg minden ilyen irodában ilyen volt. Jaj, de szép ez a kis pakkit. Itt van egy régi Beag végfog, de egyébként egész szép állapotban van. Most attól eltekintve, hogy nincs rajta a teteje, de nézzétek meg például a panel sem csupa szutyok, meg minden. Bár én nem nagyon szeretem ezt a Beag témát, de azért mégiscsak egy darabka múlt háttértárból. Ez a mai termés, vagy ez csak így most gyűlik a héten? Ez gyűlik. Hm. 500 gigás. Amint hazamegyünk, majd délután jövünk elég után. Ezt lehet tudni, ez miben volt? Ez valami hálózati eszköz volt. Fénykorában, igen. Ú, a szerver alaplapokat ne felejtsük el levideózni, azt látnotok kell, srácok. Van egy egész zsák, mert itt zsákszámban mérik a dolgokat. Egy egész zsák szerver alaplap. Hát ez meg miféle videókártya. HD 5450. Itt vannak azok a dolgok, amik kincsek. Érdemes megnézni itt fönt ezt a gépparkot. Hát itt azért egy-két könycseppet elmorzsolok. Ezt így hagyom nektek is, rácok. Atya úristen, gyerekek, itt van a gyerekkorunk a polcon. De a tied is. Igen. Így van. Bár van köztünk, hogy mondtál? 51 éves, hogy én meg 37. Hát van köztünk kis korkülönbség, de úgy nagyjából ugyanabba az érába jöttünk föl. Hát ezt még én magam sem tudom megmondani, mi ez. Szalagos magnónak ez egy magnó szalag. Igen? Persze. De polimer, jó. Polimer, magyar gyártmány. De jó, hogy én ebből kimaradtam. Én magát a magnó részt is utáltam. Volt, sajnos, de szerencsére már abba a korban nőttem föl, mikor már a magnók kifelé mentek, és már nem kellett kazettázom, mert utáltam azt, hogy nem találtam rajta soha semmit. Nekem volt 3 vagy 4 bőrönnyi kazetta, meg annak idején, mikor jártunk diszkózni. Hát én imádtam, meg kell, hogy mondjam. Hát, valahogy nekem ez nem jött nagyon. Hát, te mi vagy? Pici trafó. Hú, mekkora toraid, baszki! És itt is vannak lent gépek. Hát, ezek csuda jó dolgok. Kis tévé, vagy mi a picsa ez? Diakocka néző. Ja, aha, csak ilyen kézi. Ja. Itt is egy laptop, gyerekek. Ez biztos azért van ide téve, mert ez neked kedves volt, igaz? Régiség, aztán valahogy ide keveredett. Így van. Commodore meghajtó. Hát ilyenek 286-os. Az sem mai darab. Nem. Szerintem nekem
ilyesmi gép volt a legelső számítógépen. Még nem értettem hozzá, csak volt otthon és használhattam. Valami sakk ment rajta, összvisz, semmi több. Érdekes dolog volt, még sárga vagy zöld volt a képernyő. Igen, az a EGA, EGA. Igen, ez az EGA VGA a monitorok. Ú, igen. Nem EGA VGA, vagy EGA, vagy VGA. VGA. Bocsánat. Nézd csak, ahhoz hasonlók. Az még azt hiszem kompozit jelet is fogadott, ha jól emlékszem. Hát ez már jónak számított, és akkor figyeljetek, régen még itt ilyen nem voltam OCD menü, OCD menünek hívták, vagy minek is hívták azt a menüt? OCD menü, nem? Vagy valamilyen CD menü, már nem emlékszem, mikor bejött, akkor nagy volt, hogy ú, ennek már ilyen menüje van, és akkor nem így tekergetni kellett, hanem gombokkal nyomogatni, de most már utána nézek, hogy milyen menü is volt az, mert érdekel. Hát egy erősítő odafönt, egy szintetizátor. Ez sem mai darab. Hát ez nem. És ez csak simán levegővel működik. Szerinted működik? Hát, kipróbálhatjuk. Dugjuk esetleg. Be, dugjuk, dugjuk be. Be, dugjuk be. Hát, ha lebassza a biztit. Gyerekek, ez pöcre beindult. De ez harmonika. Néhány gombja. Nézd, Gabi! Az levegő! Csak beragadnak a gombjai. Kár, hogy ezek beragadnak. Hát némi felújításra szorulna az eszköz. Jó, működik. Működik. Így polcról levéve, működik. Ezt nézzétek meg, mennyi Intel hüttő. Tirexit biztos jól érezné magát, mire mindet szétveri. Régen volt egy videós Tirexi, azt egyszer szétvert egy ilyen Intel hűtőt, és azért nagyon sokáig savazták. Kisfiú méltatlankodik. Néhány laptop. Telefonokat nézd meg. Nem tudok annyi fele figyelni, amennyi cucc van. Figyeljétek, ezt így random kivettem innen a stózó, megtetszett, hogy vastag. Mondom, poénból rányomok a bekapcsoló gombra, hiszitek, ha nem beindult, basszeg. Van egy pár ekesz mobiltelefon. Hop-hop-hop, drága monitor. Itt fürödni lehet a telefonokba, baszki. Alatta is. Sőt, még ott bent is. Még néhány laptop, monitorok. Amúgy ezeket így letesztelitek, és akkor lerakjátok, hogy majd valaki, vagy amikor persze, jön, persze, akkor persze, kipróbálja is. Lehet ez is, az is. Van úgy, hogy nagyon sokszor teszteletlenül szeretik venni, mert akkor olcsóbban tudom adni. Aha. Csak hát ugye az két esélyes dolog. Egy teszteletlen monitor mennyibe kerül? Most megfogtál. Néhány navigáció. Hát gyakorlatilag ez, jól látom, hogy kukában van. Idézőjelben van ez kukában, mert itt semmi nem hulladék, itt minden használt játékra való eszköz. Igen. Ami itt, ha körbenéznétek, biztos azt mondanák sokan, hogy ezek szemetek. Nekem meg, hát vigyázok, hogy a sorompó le ne lökjön valamit, ahogy forgolódok. Hú, mekkora tablet. Szegény látott már szebb napokat. Ott van a tápegységemnek a testvére. I. Testvérei. Testvére, igen. Itt is néhány vinyó. Itt dolgozik a számtekes kollega, aki a számító. Dolgozna, hogyha elférne az asztalon. Itt most mindenkitől elnézést kérek, de hatalmas kupleráj van. De ez így életszerű. Nem, azt kell mondani, hogy most van átcsoportosítás alatt a telephely, ezért most így van. Köszönöm szépen, így van. Itt most nem kupleráj van, hanem a főnök úr asztala. Azt mondta, idézem, hogy ide teszik neki, hogy főnök asztalodat teszem. Jó, tedd oda.
Viszont a szelszámok azok szépen sorban állnak, ám de használhatatlanok, mivel hogy nincs hova lerakni. Néha az én asztalom is így néz ki, és akkor berágok, akkor rendet rakok, és egy hónapig szokott is ez itt tartani. Én azt szoktam csinálni, hogy ilyenkor kerítek 3 dobozt, beledúrok mindent, szépen lekerül az egyik raklapra mondjuk ide, aztán rend van. És úgy, ahogy te mondod, 2 hónapig, 2,5 hónapig lehet dolgozni. És aztán megint főnök az asztalodat teszem. Jó, jó. Jó, oké, tedd oda. És ez lesz a vége. Remélem. Viszont amúgy szép. Szép, igen. Persze kinek mire mozdul be, ugye? Most mondhatnánk, hogy majd egyszer csinálunk belőle kivezérlési jelzőt, vagy bármit, de sose fogunk. A büdös életben. Soha. De el van rakva. Igen. Itt van a testvér, meg ott van a komolyabbik. Azok amivel lehetne ja, valamit kezdeni, oldal. Az meg ott van bent. Csak. Ó, azt nem videózhatom le. Azt nem szabad. Esetleg egy, hát ez csak egy doboz sajnos. Rakaidek. Az a CM sorozatú, ha jól emlékszem. Nem, ez GX, bocsánat. GX. Nekem van egy CM3-asom otthon, ilyen nagyon hasonló, csak azon még döpré műszer van. Az működik egyébként? Nem próbáltad? Nem, fogalmam sincs. Fogalmam sincs, csak be van ide mentve aztán. Gyere, mutassuk meg a szerver alaplapokat, azt láthatok kell, gyerekek. Nem sok optikai meghajtó van itt, csak mit tudom, 1000 darab. Ez is egy zsákban. Mindenféle, gyerekek, mindenféle. Laptopba való, asztali PC-be való, fehér, fekete. Már nincs ilyen, hogy izé fekete. Van a sötét kék, meg a világos kék. Mi vagyunk a világos kékek. Igen. Néhány tápkábel. És SATA kábel, és ide kábel. Meg harisnyázott valami. Meg oda, igen. Várnak a válogatásra, a selejtezésre. Monitor. Mi a baj? Ezek működnek? Teszteletlenek. Teszteletlenek, így van. Láttatok már akkor a alaplapot? Csak úgy mutatom a kezemhez képest, hogy hát egy jó alkar hosszú alaplap. Tű, gyerekek! Vajon ezek működhettek-e mielőtt szétszedtétek? Nem szedtük szét. Ja? Ez nincs szétszedve. Ez mi lehet benne? Ez lehet a... Fogalmunk sincs mi az. De szép nagy darab. Elvileg itt volt a 2 proci. Aha. Aztán a többi az meg akármi is lehetett. Még bármi is, ja. De szép darab így. Hogy lássátok. Srácok, annyi minden volt itt, nem tudtam mindent megmutatni, mert sietni kell, de... De ezt nem lehet elmondani, de el kell jönni, ezt látni kell. Annyi minden van itt, hogy nem lehet bemutatni. Andrástól kaptam, nem is mondom meg, hogy mit kaptam, mert majd egy videót készítek róla, de kisfiú kapott sajtot, mert a múltkor mondtam a videóban, hogy szereti a sajtot, és már majd szolgatja a kocsiba. Én köszönöm szépen a meghívást, megkerestek engem az interneten, hogy nem-e lenne kedvem eljönni, persze, hát, hogy ne lenne kedvem eljönni egy olyan helyre, ahol csak számítógépek, meg elektronikai cuccok vannak. Nagyon örülök, hogy eljöttél, és elhoztad a családot is, szívesen látunk benneteket, meg a csatorna nézőit is bármikor. Illetve nem bármikor, péntekenként. Péntekenként van nyílt nap, leírásban majd beleteszem, hol találjátok ezt a helyet. Én köszi, hogy megnéztétek ezt a videót, nektek köszönöm a meghívást, jók legyetek srácok, sziasztok! Köszi, sziasztok!